Szokatlan látvány fogadta stábunkat a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola november 2. péntekének délutánján. Akkor, amikor már diákok sem igazán szoktak ott lenni, most nem csak ők, hanem sokak szülei is jelen voltak. Nem véletlenül az iskolában Márton napját ünnepelték. Nálunk egészen pontosan úgy történik, hogy az 5. évfolyam a Márton, Szent Márton legendáját előadja az alsóbb évfolyamoknak minden évben, és minden évben német nyelven. Ehhez megvan már a forgatókönyvünk, a gyerekekkel tanulunk német nyelvű mártonnapi dalokat, és amikor ezt megtekintettük, akkor utána az egész iskola, 1-től 8-ig mindenki lampionokkal felvonul a városban, erre is van már egy megszokott körünk itt a belvárosban, és amikor visszatérünk, akkor egy fénysétányon keresztül tudunk az iskola udvarán végig sétálni, és beérkezni ide az asztalokhoz. Gondosan elkészített incsiklandozó sütemények várják az iskolába visszaérkező diákokat minden évben. A szülők ugyanis sütőversenyen mérik össze, ki készíti a legfinomabb házi édességet. Az egyik sütemény elzeszi almatorta, ez egy franciaországi recept, és vaníliakrémmel készült almatortáról van szó. A másikat pedig, hát a nevét mi találtuk ki a fiúkkal. Ez egy sima szívecske linzer, szívecske alakú linzer, és ugye mivel a Mártonnapnak az a lényege, hogy hát a Szent Márton püspök szeretetből megosztotta a köpenyét másokkal, azt találtuk ki, hogy ezt a szívecskét akkor osszuk meg egymással, és hogyha ketté törtük, akkor adjuk oda annak a felét, akit nagyon szeretünk. Úgyhogy ez az ötletünk. Egyébként attól a más a sütemény, hogy fűszeres almalekvárral készült, ezt együtt főztük a srácokkal, és fahéjjal, gyömbérrel, és egy pici szegfűszeggel van ízesítve az almalekvár. A süteményeknél maradva még fontos megemlíteni az úgynevezett almakirálynő választást, ami több éves hagyomány. Az egyik kolléganőnknek feltűnt, hogy nagyon sok almás sütemény készül erre az alkalomra, és mi lenne, hogyha egy zsűri azokat a süteményeket, akiknek a készítői merik, vagy bevállalják ezt, megnézni, hogy zsűrizni, hogy talán hogy melyik a legérdekesebb, a legfinomabb, valamilyen úton, módon valamileg, és van is a zsűrinek most már egy fix helye, ahol megnézik a süteményeket. Ez azt jelenti, hogy aki szeretné, az egy szeletet bevisz a süteményéből a zsűri elé, megnézik, és aki a legjobb lesz, ő lesz az idei évi almakirálynő. Eddig minden évben egy-egy pólót kaptak, egy felirattal és egy aranykoronát. Én úgy tudom, hogy az idén most egy meglepetés ajándék lesz, egy notesz lesz alma királynő felirattal. Márton napján itt a süteményekkel kapcsolatban él még egy érdekes hagyomány. Amikor visszaérkezünk a lampionos felvonulásból, és a gyerekek nekiállnak a szülőkkel enni-inni, akkor az iskola, hát hogy is mondják, az élelmezésért felelős cége megvendége minket az idén forralt vagy meleg teával, ők állják a teát, és a szülők beküldenek nekünk egy kevéske bort, és a konyhásnénik megfőzik nekünk forralt bornak, és akkor a szülőknek is tudunk egy kevés forralt borra keveskedni, és amikor már elég jó a hangulat, akkor a német táncot oktató tanítónénieink csinálnak egy kis táncházat, nagyon jó hangulatú, teljesen kötetlen, és nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Tehát ez egy olyan esemény, ahol a szülő a gyerekkel, a tanítókkal együtt lehet, jól érzi magát, beszélgetnek. De ne rohanjunk ennyire előre, hiszen a gyerekek hosszú időn keresztül készültek a Mártonnapra, és nagyon várták is már azt. Mi anyával csináltunk ugye almasütit az alma királynőre, hát és lampion meg elhoztuk a gyertyámat, mert hát nem volt kedvünk lampion csinálni, meg hoztunk rákcsálnivalót is, hogy azért legyen az osztálynak is valami. Hát mi is készítettünk egy lampiont, és sütöttünk süteményt, hoztunk innivalót, többre már nem volt időnk, mert sok munka volt még otthon nálunk, és hát otthon is kicsit hangulatosabbá tettünk a házunkat, csináltunk otthonra is díszeket. És a mai napot ti miért szeretitek? Hát szeretem a felvonulást, mert amikor már sötét van, akkor tök jó, hogy így világítanak a lámpások mindenhol. Meg azért is szeretem, mert hogy itt egész estig ilyen tök jó hangulat van, lehet enni, beszélgetni, táncolni.
mindenfélét, ugye? Hát én is nagyon szeretem, hogy még este is szinte még itt lehetek az osztálytársaimmal, tudunk futkározni, bujocskázni sötétbe is még, meg még mindig az igaz, hogy hatodikosok vagyunk, de beállunk még az elsősökhöz táncolni is, amikor megy a zene. Az általános iskolai Mártonnap táncházal ért véget.